Szeretettel köszöntök mindenkit, én Kálmán Tamás vagyok, és ebben a mai videóban a halogatásról, illetve a kifogások kereséséről szeretnénk beszélni az angol nyelvtanulás kapcsán. Mit jelent ez? Talán te is voltál már olyan helyzetben, hogy mindenki a környezetedben azt szajkózza, azt hangsúlyozza, hogy mennyire fontos az angol, mennyire fontos, hogy elérj valamilyen eredményt a nyelvvel kapcsolatban, legyen ez egy nyelvvizsga, vagy egy szakmai nyelvvizsga, ezt mondják a tanáraid, a barátaid, a családtagjaid, a főnökeid, de valahogy mégis azt érzed, hogy nincs benned meg az a motiváció, hogy elkezd az angol tanulást, hogy leülj a könyv mellé, és felkészülj mondjuk a nyelvvizsgára. Mit lehet ilyen helyzetben tenni? Nos, ebben a mai videóban én három tanácsot, három egyszerű lépést szeretnék neked megmutatni, amit, hogyha követsz, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy az esetek túlnyomó többségében sikerül újra lenned ezen a helyzeten, és nem lesz többé probléma az, hogy leülj és angolozz. Az első és talán a legfontosabb lépés vagy szabály az, amit úgy hív az angol, hogy start small, vagyis kezdj kicsiben. Mit jelent ez? Ahelyett, hogy mondjuk vasárnap délután, amikor valamilyen programon szeretné részt venni, leülj egy tankönyv mellé és másfél-két órán keresztül angoloz, ehelyett lehetőleg minél többször egy héten nagyon kicsi, nagyon könnyen teljesíthető feladatokat tűz ki magadnak az angol nyelvtanulás során. Mi lehet egy ilyen feladat? Például mondd azt, hogy minden nap megtanulsz 3 vagy 5 angol szót. Nem kell többet, legyen ez egy cél, mondjuk az első hónap során, hogy megtanulsz 3 vagy 5 angol szót. Az a lényeg, hogy nagyon-nagyon könnyen és nagyon-nagyon egyszerűen lehessen teljesíteni ezeket a célokat, sőt, amit majd látni fogod, ahogy jobban belelendülsz majd, kevésnek fogod érezni ezt a napi 3 szót, és túl fogod teljesíteni ezeket a célokat. De talán a szótanuláson kívül van még egy olyan eszköz, ami nagyon jól mérhető. Mondjuk, ha olvasol éppen egy angol nyelvi könyvet, akkor mondd azt, hogy minden nap elolvasol 1 oldalt ebből a könyvből, és hogyha vannak benne új szavak vagy új kifejezések, akkor ezeket egy szótárprogram segítségével kiszótározod, és beírod őket mondjuk egy Excel táblázatba. Tehát megint itt az egy oldalon van a hangsúly, a könnyen, egyszerűen teljesíthető célokon. A második lépés. A második lépés a kifogások ellen az a rendszeresség. Ez azt jelenti, még egyszer mondom, hogy ahelyett, hogy a hétvégén kéne másfél-két órát angoloznod, mondd azt, hogy minden nap kijelölsz egy idősávot, egy 5-10 perces idősávot, amikor csak az angol nyelvvel fogsz foglalkozni. Ezt megteheted reggel, mondjuk indulás előtt, de megteheted mondjuk este, amikor már mindenki lefeküdt, az egész család pihen, és neked van még egy kis szabad időd, van még egy kis szabad kapacitásod arra, hogy angolozz. Nem kell, hogy ez az időszak túl hosszú legyen, itt is elég, ha mondjuk a 3 új szó megtanulásával dolgozunk, vagy az 1 oldal elolvasásával a kedvenc könyvedben, akkor körülbelül ez az 5-10 perces idősáv elegendő lesz. Én inkább ilyen koránkelő típus vagyok, nekem jobban fog az agyam reggelente, úgyhogy anno, amikor én még a nyelvvizsgára készültem, mindig reggel, tehát felkelés után foglalkoztam az angol nyelvvel, mert sokkal jobban bevált nekem ez a módszer, mint hogyha este edzés után, vagy a tanulás után, vagy a munka után kellett volna még angoloznom. És eljutottunk így a harmadik lépéshez, vagy harmadik szabályhoz, amit én úgy nevezek személy szerint, ez a saját kifejezésem, hogy a szerethető tananyag. A szerethető tananyag.
mit jelent ez, és nagyon szeretném, hogyha ez a kifejezés minél szélesebb körben elterjedne, hogy szerethető tananyag. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy az angol tanulás az azt jelenti, hogy előveszik a tankönyvet, azt, amiből az iskolában haladnak, vagy amivel egy nyelvoktatás, egy nyelvi képzés során, amiből tanulnak, és az angol tanulás azt jelenti, hogy csak ebből a könyvből oldanak meg könnyebb vagy nehezebb feladatokat. És ez az angol tanulás. Nos, ez egyáltalán nem így van, ez egy óriási tévhit. Bármi számít, bármi lehet tananyag, ami angol nyelven íródott, vagy amit angol nyelven hallgatsz. A szerethető tananyag az én szótáramban, vagy az én megfogalmazásomban azt jelenti, hogy valamilyen hozzád nagyon közel álló könyvet, cikket, újságot vagy tartalmat, lehet ez audiotartalom vagy videótartalom, tehát valamilyen nagyon számodra vagy hozzád közel álló tartalmat fogyasztasz, és ezt dolgozod fel angol nyelven. Nagyon sokszor elmondtam már, hogy nekem nagyon-nagyon sokat segítettek annó a stratégiai számítógépes játékok, az ezekkel való foglalkozás, de nem szeretném, hogyha valaki azt gondolná, hogy csak a videójátékok lehetnek szerethető tananyagok. Még egyszer mondom, meghallgathatod a kedvenc énekesed számát angolul, és megpróbálhatod lefordítani magadnak a sorait. Megnézheted a kedvenc filmszínészed életrajzát angolul a Wikipédián, és megpróbálhatod lefordítani ezeket a mondatokat és a számodra ismeretlen kifejezéseket, vagy megnézheted a kedvenc vígjáték sorozatodat angolul, a lábjegyzetek vagy a feliratok bekapcsolásával, és ezt is megállíthatod, és lefordíthatod a számodra ismeretlen kifejezéseket angolra. Tehát bármi lehet angol tananyag, amit szeretsz, az a lényeg, hogy legyen egyfajta vonzereje ennek a tartalomnak, tehát azt kell elérnie, hogy te igenis minden nap leülj, és foglalkozz az angol nyelvvel, ezzel, ennek a tartalomnak a segítségével, vagy ezen tartalomon keresztül. Tehát akkor a videó végén még egyszer foglaljuk össze, hogy mit csinálj. Kezd kicsiben, tehát olyan célokat tűz ki magad elé, amelyek nagyon könnyen és nagyon egyszerűen teljesíthetők. Foglalkozz, ez volt az egyes. A második szempont, vagy a második lépés, foglalkozz az angol nyelvvel rövid ideig, de minden egyes nap. És a harmadik lépés, találj ki magadnak, vagy fejlesz ki a magad számára olyan szerethető tananyagot, ami eléri azt, hogy minden nap foglalkozz az angol nyelvvel. Ha betartod ezt a három lépést, én garantálom, hogy radikálisan fejlődni fog az angol nyelvtudásod igen rövid idő alatt. Köszönöm a figyelmet, viszlát a következő videóban!